Üdvözlöm a kedves hallgatókat, kezdődik az Infokisokos következő adása, a VGK informatikai podcast műsorái, én Berko Norbert vagyok, köszöntöm Önöket. A mai adásban folytatjuk az iPhone tananyagot, most már úgy fogunk foglalkozni a telefon alkalmazással a továbbiakban, hogy beírunk egy nevet, megtanulunk ma az iPhone képernyő billentyűzetén írni. Nem lesz egyszerű, de gyakorlással azért megoldható. Ma arról lesz szó, hogy az előzményekben található a mi kontaktjaink között még nem szereplő telefonszámot, hogyan tudunk elmenteni. Nézzük is meg, feloldom a képernyőt. Kielölve. telefon, összes, gomb, kettő tört vonal egy, Kilépünk a főképernyőre, mert mindig az alaptól kezdünk mindent. Do. Bal alsó sarokban megérintjük a telefonalkalmazást. Telefon. telefon. Kijelölve. Telefon. Összes. Gomb. kettőtört vonal egy. Ilyenkor, ha elég gyakorlottak vagyunk, ebből már tudhatjuk, hogy az előzmények lap, a telefonnak az előzmények lapja most az aktív lap, de azért ezt meg is mutatom. Mint ahogy a múltkor már említettem, a iOS alkalmazásoknak vannak különböző lapjaik, így a telefonnak is. Baloldalt alul, ahol akkor, amikor a főképernyőn tartózkodunk, a telefonalkalmazást alkalmazást találjuk, ugyanebben a képernyő magasságban található a telefon alkalmazás megnyitása után elsőként a kedvencek lap, ezt meg is mutatom. Lapsor. Kedvencek. Lap. Négy tört vonal egy. Most azt mondja, hogy 4 per 1. Ez azért van, mert most éppen megint úgy van a telefon, hogy nincsen benne szimkártya. Ennek több oka is van. Nem lenne jó az, hogyha én véletlenül valakit felhívnék. A korábbi adások egyikében már említettem, hogy ezen az iPhone 7-es készüléken IOS 15 rendszer van, aminek van egy olyan hibája, hogy akár a kedvencekből, akár az előzményekből szeretnék hívni valakit, előfordulhat, hogy nem azt fogja tenni, amit én szeretnék. Tehát, ha én nem szeretnék felhívni valakit, akkor mégis esetlegesen hívni fogja. Ezért van az, hogy elővigyázatossági okokból nincs most benne szimkártya, meg egyébként is egyetlen egy szimkártyám van, és azt időnként váltogatom a telefonjaimban, ahogy a munka és a helyzet megkívánja. Na de, térjünk is a lényegre. Tehát, csöprünk jobbra az előzményekig. Kijelölve. Előzmények. Lap. Négy tört vonal kettő. Így van, az erőzmények van kijelölve. A képernyő felső sarkát igyekszünk megérinteni az állapot sor alatt. Plusz 36, 20. Itt van egy olyan telefonszám, ami még nem szerepel a mi kontaktjaink között, és most fogok egy olyan dolgot csinálni, ami időnként hibát okoz az iOS 15 rendszeren. Az újabbakon már nem, vagy csak jóval ritkábban, azért még ott is előfordulhat. Ugyanis, hogyha én itt most jobbra balra söprök, akkor láthatom azokat a telefonszámokat, vagy neveket, akik hívtak engem, illetve akiket én hívtam, mert megbeszéltük a múltkori adásban így futólag, hogy az előzmények lap az a hívás naplónak felel meg. Itt láthatjuk azt, hogy kik hívtak minket, és mi kiket hívtunk. Itt eh, ahhoz, hogy bármilyen műveletet tudjak végezni egy adott telefonszámmal, egy ujjal fölfelé kell söpörni, addig, amíg azt nem halljuk, hogy további infó. További infó. És itt van az a hiba, amit már említettem az adás elején, és korábbi adásomban is, hogy ha erre most én rákoppintok, akkor... Lehet, hogy nem a további infó, nem az úgynevezett telefonszámmal végezhető menü fog bejönni, azaz az, hogy mit lehet kezdenünk ezzel a telefonszámmal, hanem aktiválás lesz belőle, ami viszont azt fogja eredményezni, hogy hívni fogja megpróbálni ezt a, ezt a telefonszámot, tehát megpróbálja majd hívni. Ami nekünk most nagyon nem lenne jó, mert bármilyen jó viszonyban is vagyunk általában az ismerőseinkkel, nagy valószínűséggel senki nem örül annak, hogy ha nagyon korán vagy nagyon későn hívjuk. Ha söprünk a telefonszámok között, akkor amikor duplát koppintunk, akkor a legutoljára elhangzott telefonszámot fogja hívni, ha Nincsen benne ez az IOS 15-ös hiba, amikor viszont úgy jelentkezik ez a probléma, hogy nem tudjuk, hogy melyik telefonszámot fogja hívni. Tehát ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Hála az égnek, újabb telefonokon, újabb operációs rendszereken ez a hiba már nem jelentkezik. Ezért is mondtam azt, hogy ha valaki ma fontolgat egy iPhone vásárlást, akkor ne vegyen meg iPhone 7-es készüléket, vagy annál régebbit. Na de haladjunk is tovább, tehát ha az előzményekben valamelyik telefonszámra, vagy ha már el van mentve, akkor valamelyik névre duplát koppintunk, akkor hívni fogja azt. Ha viszont fölfelé söprünk, akkor van egy úgynevezett további info gomb, erre duplát koppintunk, és megtudhatjuk utána, hogy ezzel a telefonszámmal, amin állva duplát ö, koppintottunk a további infóra, mit lehet tenni. Rá is koppintok a további infóra duplán egy ujjal. Plusz 36. Igen. Nézzük, hogy mit lehet ezzel tenni. Jobbra söprök. Vácz, üzenet, hívás, gomb, videó, gomb. Tehát lehetne neki üzenetet írni, lehetne hívni, és én most szeretném elmenteni ezeket a lehetőségeket mindenki nézze meg saját maga. Úgy lehet a legkönnyebben elmenteni ezt a kontaktot, hogy a főgom fölött, illetve a képernyő alsó harmadában valahol középen, tehát a bal és a jobb szélétől nagyjából egyforma távolságra, de a képernyő alsó harmadában megérintem valahol a képernyőt. Meglévő kontakthoz ad új kontakt létrehozása. Tehát vagy így próbálkozunk, hogy megérintjük, vagy végig söprünk a lehetőségeken, és úgy keressük meg az új kontakt létrehozását. Én most ezt fogom tenni, ezt megkoppintom, az új kontakt létrehozása az ö, tulajdonképpen akkor jó nekünk, hogyha ez a telefonszám és a hozzátartozó név sincs még a kontaktjaink között. A meglévő kontakthozadás pedig akkor, hogyha valakinek változott a telefonszáma, illetve több telefonszáma van, már szerepel a neve a kontaktjaink között, de szeretnénk az ő kontaktjához új telefonszámot is hozzáadni, akkor választjuk -e azt, hogy meglévő kontakthoz adás. Én most ugye az új kontakt létrehozásán állok, erre rákoppintok egy duplát. Szövegmező, családi név, szövegmező, szerkesztést végez, családi név, karaktermód, beszúrási pont az elején. Na, itt el is mondott egy csomó fontos dolgot, azt mondta, hogy szövegmező, szerkesztést végez, azaz, hogy egy szövegmezőben állunk most, és a beírás már is lehetséges. Megjelent a képernyőn a billentyűzet, illetve azt mondta még, hogy beszúrási pont a, a végén. Teljesen mindegy ilyenkor, hogy a beszúrási pont az az a kurzor, hol áll tulajdonképpen. Lényegtelen, mert nincs benne ebben a mezőben semmi. Nekünk most az a lényeg, hogy hogy is néz ki ez a képernyő. Itt van mindenféle mező, olyan, hogy családi név, fonetikus családi név, utónév, fonetikus utónév. Nyilván nekünk ezek a fonetikus mezők nem kellenek. Van még egy csomó mindenre lehetőség. Ezeket még fogjuk a későbbiekben tárgyalni. Most azért nem, mert maga a beírás is egy elég hosszú és nehézkes témakör, főleg annak, aki kezdő, ezért mi most megmaradunk a beírásnál. Annyit azonban tudni kell erről a képernyőről, hogy egy kontakt létrehozásánál, mindegy, hogy az új kontakt vagy meglévő kontakthozadás, menüponton keresztül jutottunk erre a képernyőre. Már ugye be van írva a telefonszám, amihez mi most nevet szeretnénk rendelni. A képernyő alsó harmadában megjelent nekünk a billentyűzetünk, olyan alakban, mint ahogy azt már számítógépen megszokhattuk, annyi különbséggel, hogy itt ékezetes karakterek nincsenek. Ékezetet úgy tudunk beírni, hogy ugye az A, -A betűn, az E betűn, az U betűn, az O betűn vannak ékezetek, ezeket lehet előcsalni úgy, hogy koppintunk rájuk egy duplát, de most ez egy új kézmozdulat lesz, mert ez egy lent tartott dupla koppintás lesz. Ez azt jelenti, hogy az első koppintás, ugye a, a dupla koppintásnál amúgy is a két koppintás között nagyon-nagyon kevés idő telik el, tehát nagyon gyorsan kop kell koppintanunk. A második koppintásnál lent tartjuk az újunkat, akkor, amikor megtaláltuk a, a, azt a karaktert, amin ékezetet szeretnénk bevinni, ezt mindjárt meg is mutatom. Lényeg az, hogy úgy néz ki a billentyűzet, mint ahogy megszokhattuk a számítógépen. Nincsenek ékezetek, ahogy elmondtam, a jobb alsó sarokban, ezt meg is mutatom, van egy return, egy enter gomb. Itt ebben az esetben ez a return enter gomb, ez arra szolgál, hogy lezárjuk ezt a mezőt, ezt az adott mezőt, ami amiben most vagyunk, és fölötte van a törlés gomb. Ezt meg is mutatom, tehát jobbra sósarkot érintem meg egy ujjal. Return. Ez a return törlés. Fölötte a törlés, és Nagyjából itt is az alsó harmadban kell maradni. Érdemes új csúsztatással haladnunk. Tehát mondjuk valahova leteszem a főgomb fölé az ujjamat. Nagy v. Ez ugye a legalsó Vitor. sor, illetve a szó fölötti sor. Ha fölfelé csúsztatom az ujjam, Nagy v. Géza. akkor ez már az alapsor. Nem engedem el, tehát folyamatosan rajta tartom. Nagy F. Nagy D. Nagy S. Nagy A. Ugye mindig nagybetűvel kezdi a, a, mondatot, meg a szöveget a telefon. Ez állítható egyébként a, a billentyűzet beállításainál, a beállításokon belül. És a bal alsó sarokban van nekünk olyanunk, hogy számok. Számok. Itt vannak a különböző ö, számok, itt úgy néz ki, hogy egymás mellett lesznek a számok a képernyőnek a teljes szélességében, illetve különböző speciális karaktereket, írásjeleket tudunk ennél a számoknál elérni. Tehát beírjuk mondjuk azt, hogy Kovács József! Ebben van is nekünk két ékezetünk. Tehát megérintjük a képernyőnek az alsó harmadát. Valamilyen billentyűt fogunk hallani. Ugye ehhez kell az, hogy fejben meglegyen a gépírás órán tanult billentyűzetnek a kiosztása. Itt is ugyanaz van, csak itt nem billentyűket nyomunk meg, hanem az érintő képernyőn választjuk ki a megfelelő karaktert. Hát keresem a K betűt. Valahol megérintem a képernyőt, és attól függően, hogy milyen betűt hallok, már csúsztatom a megfelelő irányba a kezemet. Nagy, nagy J. Ez a jébetű fölfelé csúszok. I. I. Ilona. Illetve nem ismer k betűt kell írnom, úgyhogy nagy akkor visszacsúszok. Itt van a Jébetű, jobbra húzom az ujjam. Most már felemelhetem, Felemelhetem az ujjamat. Bárhol a képernyőn egy dupla koppot. Nagy K. Itt egy halk vattanás hallatszott, ami jelezte, hogy ez a ez a K betű ez beírásra került a családi névmezőbe, mert ugye azt mondta a felvétel elején a telefonunk a családi nevet, illetve a voiceover is ö, magasabb hangon bejelentette, hogy Nagy K., Innen is tudhatjuk, hogy beírásra került a, a K betű. Megint megpróbálom megérinteni itt a, az O betűvel egy sorban levő billentyűk közül valamelyiket. N, I, I. I, jobbra húzom. U, megkoppintom. Duplán. Most keresem a V betűt. V, Viktor. Ezt is v. megkoppintom. Most az A betű kellene nekünk, ami azt jelenti, hogy az A betűt kell megkeresnem, itt fogom megcsinálni ezt a lentartott dupla koppot, akkor fogja mondani a telefon, hogy más karakterek elérhetők, és ilyenkor fölemelni nem szabad a kezünket, mert akkor az egész művelet félbeszakad, és az A betű, vagy az a karakter, amit utoljára a telefon kimondott, az fog beírásra kerülni, nekünk ez nem jó, mi úgy csináljuk, hogy az A betű a képernyőnek a bal szélén található, ezt megkeressük, megcsináljuk ezt a bizonyos dupla koppot, úgy, hogy a második koppintásnál már nyomjuk lefelé a képernyőt, nyomjuk egy picit a képernyőt az újjunkkal, meghalljuk azt, hogy más karakterek elérhető, plusz lesz még egy hang is, ami ezt jelzi, és mivel az A betű a képernyő bal szélén van, ezért jobbra fogjuk húzni az ujjunkat, egész addig, amíg azt nem mondja, hogy A, vagy hát elég csúnyán mondja a betűket, mert úgy is szokta mondani a voiceover, hogy A veszőékezet, az az A, ilyenkor kell elengedni. Tehát megkeresem az A betűt. S. A. A. Aladár. Bárhol koppinthatok egy duplát, de úgy, hogy a másodiknál már lent tartom az ujjamat. Más karakterek is elérhetők, a további karakterek megjelenít. a F. Na most az történt, Ferenc. hogy erre is nagyon oda kell figyelni, mert ha túlságosan sokáig nem mozdítjuk meg az ujjunkat, akkor, amikor mondja, hogy más karakterek elérhetőek, akkor beíródik egy karakter. Tehát ilyenkor, amikor már ezt a speciális hangot hallottuk, akkor rögtön húzni kell az ujjunkat, vagy jobbra, bal, vagy balra. Nem baj, ha nem találjuk meg a számunkra kívánatos karaktert, de lényeg az, hogy ilyenkor már, amikor mondta, hogy más karakterek elérhetők, ilyenkor már mozgásban kell lenni az újjunknak, de az a karakter, amit szeretnénk, csak akkor fog beíródni, hogyha elengedjük a képernyőt. Na, nézzük meg, hogy akkor még egyszer az A betűt hogy lehet beírni, tehát megkeresem az A betűt, csinálok egy lentartott dupla és ahogy elhangzik az, hogy más karakterek elérhetők, az ujjamat óvatosan jobbra húzom, majd, ha meghallom az A betűt, akkor elengedem a képernyőt, és akkor ugyanúgy magasabb hangon a voiceover ezt nekem be fogja mondani. S. A. 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 Más. A. Veszülékezet. A. Veszülékezet más karakterek rejtve vannak. Igen, tehát ez az A veszőékezet volt a, az A betű. Sajnos ez a női hang, ez a Mariska hang, amivel beszél nekünk, vagy hát most már tünde hangnak hívják. Sajnos ez ilyen csúnyán mondja ki az ékezetes karaktereinket. Tehát megvan az, hogy Ková. Most keressük a C betűt. C. Dupla koppintás. C. 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 S. 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 Lehet különben söprögetni is, csak az jóval lassabb. Lehet, hogy itt is használni jobbra balra söprést. Én azt ajánlom, hogy szokjuk meg azt, hogy mindig csúsztatjuk az ujjunkat, az nagyon sok esetben hasznos lesz. Most jön az, hogy nem a billentyűzeten söprögetünk, mert akkor nagyon nehezen jutnánk el a, a, a mezőkig, ahova szeretnénk beírni. Szeretnénk leellenőrizni, hogy mit írtunk be a családnév mezőbe? A bal szélén a képernyőnek alulról felfelé csúsztatom az ujjamat a mégse gombig. Mégsem. Gomb. El is engedtem azonnal, ahogy a mégsemből az első szótagot meghallottam. Ez azért kell, hogy ne a billentyűzet között, billentyűk között söprögessünk, hanem megtaláljuk a, a rendelkezésre álló mezőket, amiben lehet beírni, és ha megvan a mégse gomb, az azért célszerű, mert akkor tudom, hogy már csak jobbra kell söpörnöm, és minden mezőt meg fogok szépen találni. Megyek jobbra a családnév mezőig. Új kontak Kész. Fotóhoz családi név. Szövegmező. Szerkesztést végez. Kovajács. Beszúrási pont a végén. Na most Használja ilyenkor... Használja a rotort a hibás... Ki kell javítanunk ezt a szöveget, én sejtettem, hogy ezt elrontottam, de akkor így most meg tudom mutatni a törlés gombot is. A törlés gomb a return fölött van a jobb alsó sarokban, return. fölcsúsztatom törlés. az ujjam, és ahányszor törölni akarok, el fog hangozni az a karakter, amit kitöröltem, és nem keresem meg minden egyes alkalommal a törlésgombot, hanem ahányszor törölni szeretnék, mindannyiszor csinálok egy egyújjas dupla koppintást. S. C. A. Veszőékezet. A. És akkor most kell beírnom az A betűt megint, tehát A betűt keresek. S. A. Aladár. Megkoppintom duplán, egy lentartó dupla koppintással, majd... Húzom az ujjamat jobbra, addig, amíg az A betűt meg nem hallom. Ahogy ezt a speciális hangot meghallottuk, már is húzzuk az ujjunkat, mert ha lassúak vagyunk, akkor nem az a karakter fog beírásra kerülni, amire nekünk szükségünk van. Tehát A betűn lentartott duplakop. G. Giza. Na, még el is rontottam, nem baj újra megkeressük ilyenkor az albetűt. Ezt önök is így csinálják, mert ugye mindig az a karakter fog beírásra kerülni, amit utoljára kimondott. Most jelen esetben a G betűt mondta ki, ez a karakter fog beírásra kerülni, ha nem keresem meg az A betűt. Megkeresem. Shift. A. Megvan az A betű, egy lentartott dupla a máska. A veszlékezet. A veszlékezet. Beírása került az a betű. Más. V. C. C. S. S. Megint csúszok föl a képernyő bal szélén, lentről fölfelé a mégse gombik. Családi név. Mégsem. Gomb. Azért, hogy ugye meg tudjam hallgatni, hogy a családi név mezőben mi szerepel most. Újkon Kész. Fotóhoz. Családi név. Szövegmező. Szerkesztést végez. Kovács. Beszúrási pont a végén. Használja. Elimítottuk egy két ujjas érintéssel a voice -hovert. Söprök a utónévmezőben. oda szeretném beírni, hogy József. Szövegtör. Foneti. Szövegtörlése. Itt gomb. egy pillanatra megállunk, mert ez a szövegtörlése, a családi név mezőnek a teljes tartalmát töröl, törli ki, ha erre egy dupla koppintást csinálunk. Nekünk ez most nem kell, viszont megmutatnom azért csak meg kellett. Tehát ezt a szövegtörlését erre lehetne használni, hogy akkor egyetlen egy dupla koppintással ki tudjuk a teljes mező tartalmát törölni. Söprök jobbra. Fonetikus családi útónév. Útónév. Szövegmező. Kopincson duplán a szerkesztéshez. Igen, ezt úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ha ebbe a mezőbe szeretne írni, akkor kopincson duplán a szerkesztéshez. Én ebbe szeretnék írni, úgyhogy meg is kopintom duplán. Beszúrási pont a végén. Keressük a J betűt. Nagy J. Dupla koppintás. Nagy J. Keresem az O betűt. Ó. Otó. Itt, hogyha az óra csinálok egy lentartott duplakoppintást, akkor jobbra kell húznom az ujjamat ahhoz, hogy a hosszú ó beírása kerülhessen. O veszőékez O veszélykezet. Az ó veszőékezet a hosszú Más karakterekre ütve vannak. Keresem a Z betűt. H. Z. Z. Duplakoppintást csináltam. D. S. S. R. Robert. Igen, itt balra húzom az e. olyan, ujjam. Az E betűre. Ele. E. E. Dupla koppintás. D. F. Az F betű. Feren. F. Ezen is dupla koppintás. Keresem, lentről fölfelé csúszva a képernyő bal szélén a mégse gombot. Mégsem. Gomb. Meghallgatjuk, hogy mit írtunk be. Jobbra söprök. Új kontakt. Kész. Gomb. Fotó hozzáadása. Családi név. Kovács. Fonetikus családi név. Útónév. Szöveg. Sző. Útónév. Szövegmező. Szerkesztést végez. József. Beszúrási pont a vég. Nem álltam meg a családi névnél, azért, mert azt már az előbb leellenőriztük, és nem szeretném, hogyha nagyon sokáig tartanom a ez a felvétel önöknek. Az utónév is jó. Most visszafelé söprünk, ha nem akarunk mást beírni. Itt lehet egyébként plusz telefonszámot hozzáadni, azt esetleg még megmutatom. Szövegtörlése. Itt van, van a szövegtörlés, amivel az utónév mezőt tudom teljesen kitörölni a tartalmát? Fonetikus utónév. Cég, cég, szövegmező. Beírhatom, hogy melyik Fokin cégnél Csongu. dolgozik Kovács József. Fonetikus c, telefon, gomb, plusz 36. Itt van az előző telefonszám, amit most, amihez most rendelünk nevet, jobbra söprünk. Telefonszám hozzáadása, gomb. Itt lehetne plusz telefonszámot hozzáadni, ezzel fogunk majd foglalkozni legközelebbi alkalommal, amikor a kontaktok lapot nézzük meg, mert hogy nem csak úgy lehet beírni telefonszámot, hogy a gombok lapon kezdjük, hanem be lehet úgy is írni, hogy itt kezdjük a kontaktoknál, ez már mindenkinek a maga ízlésére lesz bízva. Tovább söprünk. E-mail hozzáadása. E-mailt is lehetne. Csengőhang, alapértelmezett. Lehet egyedi csengőhangot hozzárendelni mindenkinek a kontaktjához, akit az érdekel, az utána tud nézni. Én most szeretném ezt elmenteni ezt a kontaktot, de nem szeretnék visszasöpörni annyira sokat, mint amennyit most jobbra söpörtem. De az a szerencséje az iPhone felhasználóinak, hogy vannak olyan szabályok, amiket az Apple betart, például azt, hogy a bal felső sarokban az állapot sor alatt van a mégse gomb, és ugyanúgy mellette a jobb felső sarokban a kész gomb, ami azt jelenti, Hogyha én most lentről fölfelé söprök, illetve csúsztatom az ujjamat, akkor meg tudom találni könnyedén a kézgombot. Plusz 30 kéz. gomb. Kézgomb, ezt megkoppintom, és el van mentve a telefonszám. Nem fogom most elmenteni egyelőre ezt, de el van mentve a telefonszám. Ha kész vagyunk a mentéssel, akkor egy visszagombot kell majd még ahhoz nyomni, hogy az előzményekbe visszaérjünk. Ezt mindenkinek meghagyom saját hatáskörben elvégezni. Én még szeretnék egy kicsit az ékezetes karakterekről beszélni, azért, hogy az a beírás témakör, legalábbis ami a képernyő billentyűzetet illeti, az teljes legyen. Az U betű, a rövid U betű, Tartalmazza, hogyha ilyen lentartott duplakoppintást csinálunk, tartalmazza a hosszú U betűt, a rövidűt és a hosszú űt. Ezeket lehet beírni, ezt most én meg is mutatom. U betűn egy lentartott duplakoppot csinálunk, és szépen. Magyarázni nem lesz időm, mert különben bezáródik ez a más karakterek elérhetők ablak, de ahogy balra húzom, az első karakter lesz a hosszú ú, a második karakter a rövidű, és a harmadik karakter pedig a hosszú U lesz. Ezt meg is mutatom. Lentartott duplakop. Más karakterek ú, veszőékezet. Hosszú U umlaú. Rövidű. U, dupla hosszú Elengedjük. -dupla Beírta a hosszú Ezért is Más nem fogom. karakterekre karakterek rejtve vannak. Beírta a hosszú most, most, már elrontottuk a, a, kontaktunkat. Ezért is nem fogom most ezt elmenteni. Tehát, és ugyanígy van az I betűn is. Írjunk egy hosszú üt. Megkeressük a rövidít. U, I, Ilona. És nem kell azt megjegyezni, hogy most akkor, amikor, amikor a, a lentartott dupla hatására megjelennek a más karakterek elérhető párbeszédablak, hogy most ott merre kell húzni az ujjunkat, ahhoz, hogy a megfelelő karaktert megtaláljuk, egyetlen egy dolgot kell megjegyezni, azt, hogy nem szabad elengedni a képernyőt, folyamatosan nyomva kell tartani, és úgy kell jobbra vagy balra csúsztatni az ujjunkat, és előbb-utóbb Gyakorlással meg lesz a kívánt karakter. Én is most egy lentartott duplakoppintást csinálok a, az i betűn. Más karakterek is i-veszülékezet. Itt a hosszú i. i-veszülékezet. Más karakterek rejtve vannak. Így van, most már kellően elrontottuk ezt a kontaktot, ezért nem is mentjük, hanem bal szélen, lentről fölfelé csúsztatva az ujjamat, Megkeresem a mégse gombot. Telefonszá mégsem. Gomb. És erre koppintok rá. Még jelzés. Biztosan törölni szeretné ezt az új kontaktot. Igen, igen, legközelebb. Ügyesebben megpróbálom majd elmenteni, és akkor majd nem törlöm. De most igen, úgyhogy keresünk valami igent, vagy okét, vagy bármi arra utaló gombot, itt jobbra söpréssel, ami lehetővé teszi azt, hogy töröljük ezt, a, ezt az elrontott kontaktot. Módosítások elvetése. Gomb. Így van, módosítások elvetése, mi van még itt? Szerkesztés folytatása. Gomb. A szerkesztés folytatásával vissza tudnánk lépni oda, ahol akár menteni is tudnánk a kontaktot, de én most azt választom, hogy módosítások elvetése. Módosítások elvetése. Balra söpörtem, koppintok egy duplát, és ennyi volt mára. Sokat kell gyakorolni. Ne felejtsék el, hogy azért kell a képernyő alsó harmadából a billentyűkről elhúzni az ujjunkat, hogy ne keveredjünk be a billentyűk közé, hanem meg tudjuk nézni azokat a mezőket, amiket lehetőségünk van kitölteni, ezért kell mindig, én a lentről fölfelé csúsztatással szoktam megkeresni a mégse gombot, vagy ha készen vagyok, akkor jobboldalt alulról fölfelé csúsztatva a kéz és akkor el tudom dönteni, hogy mit szeretnék. Én köszönöm a figyelmet mára, ha észrevételük van, vagy bármilyen javaslatuk, ötletük, Szeretnék felvenni velem a kapcsolatot, akkor írjanak a berkonorvertkukacvdk.com e-mail címre. Ha tetszett ez a videó, akkor osszák meg barátaikkal, ismerőseikkel, és tartsanak velem jövő héten is, amikor a kontaktokról lesz szó, a kontaktok lapról. Majd, hogyha kivégeztük a telefon alkalmazást, akkor folytatni fogjuk a, a beírásnak a többi módjával, amit ugyancsak érdemes lesz megismerni, tehát tartsanak velem legközelebb is viszontlátásra, viszonthallásra.